Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Futballkárcún, a mai videóban pedig ismét képesporttal fogunk foglalkozni, mivel hogy megjelent a képesporthoz a Panini FIFA 365 matricás albuma, mint láthatjátok. Ott is írja 6 darab matrica és egy album a szokásos 395 forintos képesport áron. Szerintem nagyon jól lehet hozzájutni egy ilyen albumhoz, én direkt kivártam erre, és most mindent megnézünk. Az képesport első oldalán, itt Paulo Dybala van, ez az új gól örömével. Másik oldal pedig itt van maga az album, jó nagy. Tehát látjátok ti is, a képesport jóformá elveszik az album mellett, mert az album elég durva méreteket ölt. Na, nézzük, bontsuk ki. Nézni. Még itt azért tépünk rajta egyet, és akkor kihúzzuk. Szóval, jól néz ki az album, azt kell, hogy mondjam. A tavalyi album bemutatóját itt jobb felsőben meg tudjátok nézni. Azt is gyűjtöttük, ha úgy tetszik, volt belőle mérkőzés is. Idén is megpróbáljuk követni az albumot, kibontani pár csomagot majd a későbbiekben. Fussuk át gyorsan az újságot, mi van benne. Kis vitorlás, részleg, egy kis ilyen mindenféle hír, a Dybala ügye, címlaphős, pár interjú, Paulinho, vágyak és valóság, vörös veszedelem, minden van itt. Jó kis cikkek, ahogy ez szokott lenni, képesport, külön poszter részlege, Matic, Zaza, magyar válogatott, Rafael, Napoli, Jarmolenko, és akkor itt egy ilyen kis Modric, és külön Panini FIFA 365-ös részleg, itt írja, hogy még a október 18-ai számban lesz egy csomag matrica. Amondó vagyok, arra is benevezünk. Aztán meglátjuk. Itt a matricák dizájnjai. Ugye majd meg is nézzük az albumot. Még egy kis hír. Még egy kis hír. Interjú kézilabdásokról. Kosaras részleg. Amerikai foci. Minden, amit szeretnétek. Úszás. Forma 1. Kis játék. És akkor még egy ilyen kis vegyes részlet, tehát ez a képesport. De ami minket még jobban érdekel, az maga az album. Hú, de színes! Első körben én azt mondom, ez nem semmi. Na nézzük meg, itt van a kártyák dizájnjai. Van nekünk egy Diego Godinunk, illetve egy Marco Marinunk. Mindenféle adat, ország, születés, jobb láb, bal láb. Mindenféle van itt, csapat persze, Atlético, illetve az Olimpiákhoz. És akkor oldalt itt van egy ilyen csapatlista, meg tudjátok nézni, ott a Ronaldo kártya. A Juventus, benne van Napoli, Róma, Millstone, most itt olvasgatom, hogy mik vannak. Még FIFA World Cup japán rész is van benne, tök jó. Angolból csak a Chelsea került be. Spanyolból Barca, Real, Atlético, tehát van miből válogatni. Fradi sajnos nincs benne, ugye, mint a kártyás sorozatban semmilyen más magyar csapat. Most ezt így kell gyűjtögetnünk, hogy nincs. Ó, milyen nagy képek, gondolom ezt így össze kell rakni, és kijön valami, tök jó. Nagyon tetszik. Megyünk tovább, konfederációs kupa részt. Ez is nagyon jó, mert a Konfederációs Kupa albuma nem jelent meg Magyarországon, és akkor ez így most nekünk még jobb tudunk gyűjtögetni. Boca Juniors, itt már kezdődtek a csapatok, így fognak kinézni a kluboknak az oldalai. Egy pár adat, mindenféle, ki mit szeret, mikor alakult a klub, milyen bajnoki címe van, milyen országból és hány, ugye ott is a nemzetisége. Golden Player, gondolom a legjobbnak gondolt játékos, itt a Fernando Gago lesz, stadion, tök jó, füves,
Mert milyen lehet még egy foci stadion? Műfüves, van, aki már ilyen klub szinten műfüvessel játszanak. Hát nem tudom, na mindegy, ott oda van írva, hogy füves a stadion, majd megnézzük. Menjünk tovább, Boca Juniors, River Plate, ő is argentin. Carbonese, ugye akik a repülős balesetet szenvedték, tehát ezért is különleges ez a oldal, hogy itt bekerült. Palmeiras, Colo-Colo, Chiléből. Egy különlegesebb oldal, következő generációs labdarúgókkal. Mindenféle van itt. Aztán megyünk tovább a Chelsea-vel. Itt már hibrid gáz. Grász azt írja, tehát valami hibrid fű van. Nem tudom, hogy ez most mi akar lenni. Annyira nem értek a füvekhez, minden esetre meglepő ez az oldal. Atlético Madrid, az új stadionjában. Metropolitano. Barcelona. Real Madrid. Ők is hibrid fűvel, nem tudom, nagyon rá vagyok kattanva erre. Monaco. Paris Saint-Germain. Már Neymarral kiavították, amit a FIFA 365 kártyás sorozatában nem sikerült, hogy ne a Barcelona csapatában legyen Neymar. Erre itt odafigyeltek. Dicséretes. Női világbajnokság, méghozzá az U17-es, mindenféle kisképekkel, nagyképekkel, egy kis reklámrész. Aztán jön a Schalke. Internacionale. Icardi, itt a gold player. AC Milan. És úgy néz ki, van itt ilyen Collectors Panini alkalmazás, bekerül az új doboz, vagy az új album is. Így fognak kinézni a matricáknak a külső ilyen kis része, amit egyesével meg tudtok vásárolni. Fontos, hogy tudjuk, hogy mit kell vásárolni az albumhoz. Ha gondoljátok, majd megnézhetjük egyszer az alkalmazást is. Bayern München. Jó sok csapat van benne, én a mondó vagyok, jó sok kártyával. Dortmund, Olympiakos, Juventus, Napoli, AS Róma, olaszban is volt egy pár, valami különleges rész, Milestones, azt mondja, tehát van mérföldköves figurák, Cristiano Ronaldo, a Juventus, Messi, minden van itt. Majd meglátjuk, hát ha sikerül valamit nyitni később. Volt egy Klub Amerikánk, egy Ajaxunk van, Benfica, Spartak Moszkva, Basel, és azt mondja, hogy Top Performance részleg, FIFA Club World Cup, itt is van, Real Madrid nyerte ugye, és akkor még több csapat, azt figyeljétek, Kashima Antlers Japánból is van itt. Nagyon jó, Atlético National, Club America, minden van. Yeonbuk, Auckland City, még egy dél-afrikai csapat is jutott. Itt is néhány, azt figyeljétek, de jó. FIFA Interactive World Cup, ugye a FIFA-nak az eSports-os játékából is van valami matrica itt. Szuper! És akkor még a matrica, milyen fényesek, most tapogatom, hogy nem ez a szokásos matrica, hanem ilyen kellemes fényes a külseje. Azt mondja, van egy Busquets, egy Thiago Silva, egy Bakayoko, illetve egy Fernando Gago. Tehát ezek vannak benne, ez az a hat matrica. Szerintem nagyon szuper volt mind a képesport, mind az album. Lesz mit gyűjtögetni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Iratkozzatok fel, ha tetszett, és találkozunk a következő videóban.